Az alapszakasz negyedik helyezettje fogadta az ötödiket, ezért és a két csapat játékerejét ismerve várható volt, hogy szoros meccset hoz a negyed döntő első felvonása. Így is történt, az első negyedet 2 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc viszont 7 ponttal a kintről nagy pontossággal célzó vendégeké lett. Fordulás után keményítettek védekezésükön a cápák, és elkezdtek behullani a nyíregyházi triplák is. A záró negyednek 5 pontos előnyről vágtak neki a hazaiak, akik a BKG minden felzárkózási kísérletét visszatudták verni, így megszerezték a vezetést a 2 nyert meccsig tartó párharcban. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, nehéz volt feltűnni az ellenfélnek ezt a kemény, agresszív, letámadó védekezését, illetve rossz ritmusba támadtunk az első félidőben, és nem voltunk elég kemények védekezésben. Aztán a félidőben megbeszéltük, hogy mind kell változtatni, és örülök neki, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést, és meg tudtuk nyerni, ez a lényeg. A 21 pontot szerző Fazekas Csaba szerint is a feljavuló védekezésnek köszönhető a cápák győzelme. Számoltunk vele, hogy ilyen nehéz mérkőzés lesz az első mérkőzés a rájátszásba. Tisztában voltunk vele, hogy BKG ilyen játékerőt képvisel. Sajnos az első fél idő a védekezésünkkel sok gond volt, amit utána a fél időben megbeszéltünk, és szerintem a második fél időben jól ki tudtuk javítani a védekezésünket. Elsősorban ezen volt a nagyobb hangsúly, a támadása szerintem jött magától a védekezésnek köszönhetően. A felsőházi rájátszás további eredményei a következők: Veszprém PVSK 97-83, MAFC Vasas Akadémia 94-71 és Oroszlány Budapesti Honvéd 85-74. A Nyíregyháza Blue Sharks pénteken lép pályára Sziget-Szent Miklóson a BKG Primus ellen.